Ha a lekérdezést készítünk, utána, ha úgy ítéljük meg, hogy erre máskor is szükség lesz, akkor ezt a lekérdezést hozzáadhatjuk a saját listáinkhoz, és utána ez elérhető lesz. Most beszerzési áron gyűjtöm le a cikkeket, és Érdekében. Tehát bármit legyűjthetünk, és az a lényeg, hogy mikor kész vagyunk ezzel a lekérdezéssel, és ez nekünk tetszik és jó, akkor erre a, a jobboldali gombra kattintva adhatjuk a saját listákhoz. Azonban előtte le is kell menteni erre a kis flop ikonra, rákattintunk, adunk, adunk neki egy nevet. Ne így legyen a név, ahogy felkinálja, mert ugyanis ezt a címet fogja felkinálni, és oda magyarul rendesen mi beírtuk a szöveget, de ez viszont itt egy fáj név lesz, tehát emiatt ékezetet ne használjunk, és szóközöket se használjunk, hanem csak alulvonást. Tehát például cikk, alulvonás, besz. És akkor tudom, hogy alulvonás, az ott lehet, de szó közt ne használjunk. És erről a cikkbeszről tudom, hogy ez a cikkek beszerzési ár szerint, lementettem, ha erre rákattintok, akkor most hozzáadja a saját listákhoz. De majd, ha újraindítottuk a programot, akkor jelenik meg. Újraindítás után a saját listákban itt van cikkbeszár szerint, rákattintok, azt mondom neki, hogy legyűjt, és már is tudom használni ezt a lekérdezést. Minden egyes gépen készíthetünk külön saját listát, ez munkaállomásonként teljesen eltérő, nyilván egy raktáros a minimum készlet alatti dolgokat kérdezi le, vagy a negatív készletet kérdezi le, a pénzügyes a tartozásokra lesz kíváncsi, tehát minden egyes kollégánk a saját gépén elkészítheti azokat a lekérdezéseket, amiket ő legtöbbet használ.